Egészen elképesztő, hogy a kormány csak nem egy teljes hónapon át hazudott a teljes országnak a vitnyédi migránstáborral kapcsolatban. De mi is történt az elmúlt egy hónapban, hogyan jutottunk el idáig, érdemes tehát most már összegezni az eseményeket kronológiai sorrendbe. Még szeptember elején derült ki és terjedt el a hír a vitnyédiek körében, hogy a vitnyét közeli Csermajorban migránstábort akarnak építeni. Úgy szóltak az információk, hogy első körben 500 fő befogadására alkalmas migránstábor fog épülni. Mi akkor azonnal a helyszínre siettünk, én magam is ott voltam elsők között, és mutattuk be az ország nyilvánossága elé, hogy mi készül Vitnyéden. Azzal szembesültünk, hogy a déli határhoz hasonló 3-4 méter magas kerítés veszi körbe a Csermajor épületét. Hatalmas a rendőri készültség, senkit nem engednek be a területre, és lényegében semmilyen kérdésre nem válaszolnak, csak annyit mondtak, hogy az építkezést ellenőrzik. Ez már akkor is meglehetősen hihetetlen válasz volt, ugyanis egy építkezést maximum egy biztonsági céggel szoktak védeni, nem a készenléti rendőrséggel, és a vitnyédi polgármester is először olyan információkat tett közzé, hogy sajnos a hír igaz, tényleg migránstábor lesz Vitnyéden, és ő úgy tudja, meg is erősítette, hogy az idegenrendészet foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát az idegenrendészet felügyeli az ott folyó munkálatokat. Később aztán megjelent egy adóvevőtorony, ez mind-mind abba az irányba mutatott, hogy itt valóban migránstábor lesz, majd jó sok nap lemaradással a kormány gyakorlatilag egyfajta magyarázkodásba kényszerült, de akkor azt mondták határozottan, hogy nem lesz migránstábor. Akkor még nem mondták meg, hogy ha nem migránstábor lesz, akkor mi lesz. Eltelt akkor is legalább egy hét, mire kiötlötték azt az átlátszónak tűnő magyarázatot, hogy akkor egy diáktábor lesz, de ez továbbra is meglehetősen elfogadhatatlan volt, tekintve, hogy milyen körülményeket láttam én magam is Vitnyéden, nem így néz ki egy diáktábor. Ezért a Mi Hazánk mozgalom és a nemzeti szervezetek természetesen nem mondták le az október elejére meghirdetett demonstrációjukat, abban az esetben sem, hogyha esetleg az a helyzet állt volna elő, hogy nem lesz migráns tábor, mert úgy éreztük, hogy akkor is nyomatékosítani kell ezt az üzenetet, és nagyon jól tettük, hogy mégiscsak megtartottuk ezt a tüntetést a hétvégén Vitnyéden, ahol igen sokan, több százan ott demonstráltak a helyi turulszobor előtt, nagyon sok helyi volt, nagyon sok civil volt, egyértelmű, hogy a vitnyédiek félnek, és nem akarnak migráns tábort. Ennek a tüntetésnek aztán lett további következménye, a parlamentben ismét téma volt a vitnyédi migránstábor, és Rétvári Bence államtitkár újra csak félrebeszélt, nem ismerte el, hogy migránstábor készültek, vagy még talán készülnek is építeni Vitnyéden, holott azóta már egy belső kormányzati dokumentum is napvilágot látott, ami arról szól, hogy mintegy 5 milliárd forintot szántak volna arra, hogy migránstábort építsenek Vitnyéd mellett a Csermajorban, úgyhogy óriási hazugság a kormány részéről, amit megint előadtak. Az elmúlt években ez már nem az első, ugye gyakorlatilag évek óta arról beszélnek, hogy ők ellenzik a migrációt, és ehhez képest gazdasági migránsokat, vendégmunkásokat szerveznek az országba. 100-200 ezer harmadik világbéli vendégmunkás tartózkodik már Magyarországon. Újra bebizonyosodott az, hogy milyen is a valóságban az az Orbán Viktori politika, amely ugye úgy szól, hogy ne azt nézzétek, amit mondok, hanem amit teszek. Sajnos azt kell látni, hogy a kormány a globális nagytőke szolgálatában áll, és amit tesz, az gyakorlatilag egy vendégmunkás alapú, és most már migrációra is építő, vagy legalábbis azt elfogadó, azzal szemben nem helyezkedő politika. Úgyhogy még egyszer mondom, a Mi Hazánk mozgalom és a nemzeti szervezetek nagyon jól tették, hogy tüntettek a helyszínen, és természetesen a jövőben is nyomon fogjuk követni az eseményeket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarországon ne legyen sehol migránstábor.